Érdekes, hogy ha józan ésszel végig gondoljuk, milyen régi igazság az, hogy a szavak azok nagyon ritkán meggyőzőek, hogyha a metakommunikációval összhangban vannak, akkor lehetnek meggyőzőek, segítik a döntést, de hogyha ellentétesek vele, akkor úgyis a metakommunikációt követjük. Az pedig mi? Hát az érzelmeinknek a kifejezése. Mondják is, hogy egy ilyen kommunikációs helyzetben a maguk a szavak, azok ilyen 7-8%-nyi információt képviselnek. Tehát, hogyha ezt a videót leírják, az a szöveg az 7-8%-át tartalmazza annak, amit a nézéshoz. Hiába csak így mutogatok, meg mit tudom én mi, hát bizony fontosak azok a gesztusok, meg arcjáték, meg ilyesmi. Ez az oka annak, hogy fontos tárgyalásokra, hatalmas biztonsági intézkedések mellett a döntéshozók óriási utakat tesznek meg, fáradtan, kimerülten, jetlaggel, meg így úgy nem megérkeznek, mert még a konferencia kapcsolás sem segít abban, hogy a másikról tényleg átvegyék azt az érzelmi rezdülés sorozatot, ami segít a döntésben. És ragaszkodunk hozzá, hogy ott legyünk, és tudjuk hozni éppen azért. Mert különben, ha meggondolod, tehát borzasztó egyszerű lenne, itt ez van leírva, ott az van leírva, ez azért, az azért, beletesszük a döntési táblázatba, az kiköpi a megoldást. Hát nem így van. Mert valójában és ténylegesen a döntést azt a másiknak a jelenlét, a másik érzelmi állapota, a másik áthangoló képessége hozza meg.